Na, hello, sziasztok! Sziasztok! Spontán percek újabb epizód. Igen, egy parcellánk felszabadult. Ahogy emlékszik rá, itt fenyőfa volt végig ebbe a parcellába. Idén, most tavalyi szezonra egy nagy csomó került belőle. És Ati felrotálta itt a földet. Még hátul egy kis szakasz van hátra. És ebbe fog kerülni. Idén többek között a legszélre krumpli lesz, egy krumplisor, mellette egy ratanyomnyival utána két sor borsó, dupla sorban. Idén közötte lesz egy futatórács, amit már az öreg meg is csinál, szerintem majdnem teljes hosszban. De bontott anyagból nyilvánvalóan. Régi fajta kilincses, tehát ez a hengerzáros kilincses üzét, ott, hogy elfogyott, és akkor egy ilyen rúd eltolja, vagyis elfordítja a kis kampót alul föl, és akkor úgy záródik be. Tehát van egy ilyen, mit tudom, 8-as acél végig az ablakba beépítve. Acél, igen, és akkor abból lett összeegesztve. És akkor abból itt az évek alatt egy nagy csomó összegyűlt, és akkor gondolkoztunk abban, mi legyen. Na, ugye kiadtuk a nagyvetőnek az utást, hogy hát csináljunk már meg, hát nekünk ez kúvára kéne. És összeegesztettük vele a rácsokat, ilyen 2 méter hosszú és 20-20-as kockákból áll a rács. Ugye a borsó, amikor eléri azt, amit 30 centis magasságát, akkor ne boruljon el jobbra-balra, mert akkor nem lehet kezelni a sorokat sem, meg semmi, meg a borsó is megsárgul, nem érik be rendesen, begombásodik, minden baja lesz, hanem akkor erre a rácsra szépen fel tud majd futni, és akkor várunk egy jó kis termés belőle. Van, szóval dupla sorban lesz a borsó, mellette lévő sor ismét krumpli lesz, és a legszélső sorban pedig ismét futtatunk, viszont ott bab lesz. Ott végig bab lesz, de többfajta bab, úgyhogy az most oda fog kerülni, minden a nevintesítás helyében fog most működni, úgyhogy minden parcella úgy van kialakítva, mindennek lappoljon. Plusztolják egymást. Igen, úgyhogy most így lesz megoldva. Ugye itt a mellette lévő parcella, az tavaly is be volt ott vetve. Ott a krumpli volt. Igen, végig. Azt hiszem, hogy 8 sor krumpli volt ebben a parcellában. Idén ez most másképp lesz. Továbbá a középső parcellánkban, ahol tavaly krumpli volt meg bab, azt most megszüntetjük, és összetelepítettünk oda is gyümölcsfákat, vagy nem tudom, 10 darabot, vagy 10 valamennyit. Szilvát, körtét, barackot, cseresznyét, ezt, azt, amazt. Úgyhogy az a középső parcella innentől kezdve nem lesz művelés alá vonva, hanem gyümölcsöt fogunk itt termelni, hogyha minden igaz. Ugye erről van szó, erről a parcelláról. Belet rakva jó pár kis gyümölcs csemete, és akkor megszűnt ez a parcella. Most is lehet majd fűnyírozni, és akkor az megszűnt végleg. És azért fogyott egy csomó fenyőfa erről a részről, de itt még ezt nem mondjuk művelés alá. Majd talán jövőre lesz belőle valami, vagy itt is fa lesz, már meglátjuk. Ugye elől a front oldali oldalon pedig marad a két parcella. Az egyikben igazából erről már később már lesz szó, hogy most mi, hogy lesz ültetve, most még nem tudjuk mi sem pontosan, mert majd függ attól, hogy mennyi palánta fog kikelni, amit alapból eltettünk, meg mi mellé fog kerülni pontosabban, mert az majd függ attól tényleg az, hogy mennyi lesz belőle. Tavaly sietnünk kellett a vetéssel, mert ugye április végén felé lett meg a kert, és akkor gyorsan neked amit tenni, hogy akkor ne legyen a parcella üresen hagyva. Idén akkor szeretnénk ezt egy komolyabb szintre. Lesz még ilyenből több is. Lesz még itt egy öntözőrendszernek a továbbfejlesztése, ugye, mert akkor át kell hozni a vizet erre a parcellára is. Igen. Mert akkor most 4 parcellánk lesz aktívan művelve, hogyha minden jól megy. És ahogy elmondta Ati is, itt a palánta számtól függ az, hogy hány sor lesz, meg mi lesz, meg hogy lesz. Nagy reményekkel fogunk hozzá, mert rengeteget Ati dolgozott már ebben a palántázós témával. Elég jól is néznek ki, erről láttatok már fönt Facebookon, meg YouTube-on is képeket, Ati már föltöltött belőle, nagyon szépek a palánták, de tehát a következő turnus az még csak most következik. Hát most a héten vagy a héten lesz elrakva, igen, amiket majd most kell elrakni. Ja. De még előjáróban ebben a kertben is, hogyha vannak gyümölcsfák, és itt is fogunk majd meszelni,
de erről majd lesz egy videó most pénteken, úgyhogy arról majd bővebben fogtok látni dolgokat, meghallani olyan sok információt, de akkor most már ennyi volt. Na jó van, fogjunk hozzá, mert ne leszünk később idős életbe. Így van. Sziasztok! Sziasztok!